Február 26 és március 1 között zajlott az ország legnagyobb turisztikai eseménye az utazás kiállítás Budapesten. Turisztikai szolgáltatók, vállalkozók és települések mutatkoztak be a nagy közönség előtt. Sárospatak városa az Észak-Magyarországi Régió közös tandján várta az érdeklődőket, akikkel sokat beszélgettek a Turinform iroda munkatársai. Próbáltuk úgy, hogy jártam már Sárospatakon, és mindenkinek az volt a válasza, hogy igen, csak nagyon régen, úgyhogy ezért invitáltuk őket, hogy érdemes ismét ellátogatni ők ide. Ezért szerint inkább az idősebbek. Igen, 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 inkább az idősebb korosztály volt jelen, de szombaton azt mondhatom, hogy vegyes volt az érdeklődés, mert mint korosztály tekintetében. Ruszinko Ádám a Nemzetgazdasági Minisztérium turizmusért felelős helyettes államtitkára a megnyitón arról beszélt, minden ok megvan az ünneplésre. Turizmus minden fontosabb mutatója növekedni tudott 2014-ben. Tavaly 9,5 millió vendég, 24,2 millió vendég éjszakát töltötten az országban minden régió Forgalma bővült. Az érdeklődés fenntartása érdekében Sáros Patak turisztikai szolgáltatói további szakmai kiállításokon is megjelennek. Hamarosan Debrecen és Miskolc turisztikai rendezvényein ismertetik majd a város és térség vonzereit a közönséggel.